Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a szakállmetál autóalkatrész. aki régebb óta követi a nagy csatornát, amire fel kell iratkozni, meg minden egyéb, az már valószínűleg találkozott a K.O. 860-nal. Ez egy 860 lóerősre tuningolt 140-es Bálna de igazából ennél sokkal több, mert nem csak felhúzták a teljesítményét, amúgy az is elég szép húzás lenne, de beleműtöttek a 140-es kaszniába egy komplett egy generációval későbbi CL65 AMG-t. Na most ez már akkor is elég durva lenne, hogyha ez egy versenyautó lenne, aminek csak így immelámmal kell működnie. De az elvárás ennél az autóépítésnél az volt, hogy pontosan ugyanúgy működjön, mint egy Bálna-Merci, amit a Mercedes rakott össze gyári minőségben. És hát ez azért nem kis dolog. Most meghívtam Síva Istvánt, aki a donorautók megvásárlásától kezdve a teljes építés folyamatán keresztül a tesztelésig és az átadásig tulajdonképpen összefogta és koordinálta ezt az elképesztő lépékű projektet, és ő fogja elmesélni azt, hogy mennyire elképesztően nehéz, de mégis mennyire felemelően frankó dolog volt ezt megcsinálni. Úgyhogy most az elkövetkező másfél órában erről fogunk beszélni. Amikor megérkezett hozzád ez a megrendelés, mi volt a te háttered? Akkor már létezett a K.O. Motors, vagy, vagy, ez egy olyan dolog volt, ami a Merci miatt jött létre? Nem, nem létezett. Ez teljesen banális a történet, hogy ezzel engem hogy találtak meg. A az épített, aki szerette volna ezt az autót, az egy szovjet utódállamban élő ember, és megkereste a, a Brabuszt, meg megkereste az AMG-t, és elmondta, hogy ő mit szeretne. És az volt a konkrét kérdés, mert feléjük is, hogy figyelj, én szeretnék egy kvázi 140-es resztomodot, ma tudtam, a divatos Igen? Igen. hívják ezeket. Igen. Szóval hogy szeretném, hogyha egy 140-esbe becsomagolnátok egy modern, nagyon erős mercit. Igen. Ő neki konkrét, teljesen konkrét elképzelése volt, hogy egy szép 140-es autót szeretne, nagyon-nagyon-nagyon jó felszereltséggel, amiben egy V12-es biturbó motor van, konkrétan egy 65 AMG motor és ezzel megkereste ezt a két céget, a Brabuszt meg az amg t és mondták neki, hogy nincs ez a pénz, amire ők ezt megcsinálják. És Az ember mondta, hogy de hát higgyék el, hogy van az a pénz, csinálják és mondják meg a végén, hogy mennyibe kerül, és mondták, hogy nem. És ebben az országban ebben dolgoztak magyarok, akik kapcsolatba kerültek ezzel az emberrel, és ahogy beszélgettek erről a történetről, gondolták, hogy találnak majd ők valakit, aki ezt az egész dolgot meg tudja valósítani. De nem volt ehhez meg egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit, kicsit merészen vállalták ezt, és teljesen profán módon ez úgy alakult ez a történet, hogy vettek egy veterán autó című lapot, Amiben nekem volt egy hirdetésem az amerikai autók behozatala kapcsán. És ők olvasták ezt a hirdetést, és nem tudom a kettőt hogy párosították össze, de felhívtak engem, hogy lenne egy ilyen projekt, hogy én mit szólok hozzá. Hát, és mondtam, hogy én azt szólom hozzá, hogy hát üljünk le személyesen és beszéljünk. És leültünk, elmondták, hogy mi lenne... Jól értem, hogy te akkor nem is, nem is az van, hogy az az úri ember téged keresett meg, hanem te már kvázi mint alvállalkozó kerültél képbe? Igen, én, engem ezek a magyarok, akik kint ebben az országban kapcsolatba kerültek a megrendelővel, ők kerestek meg engem. És én mondtam nekik, hogy, hogy üljünk le és beszéljük meg egy kihívásnak, tehát amit telefonban előzetesen közöltek, az egy kihívásnak Tűnt számomra, és kíváncsi voltam rá, hogy úgy mégis mi, a, mi az elképzelés, meg milyennek az egész dolognak a háttere, és leültünk a Kossuth téren egyébként, leültünk átbeszélni a dolgokat, és, és én ott, ott szembesültem azzal, hogy nekik engem nem ajánlott senki, hanem egész egyszerűen egy újsághirdetés alapján hívtak föl. És Hát ők elmondták a, 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 az igényeket, és ez annyira tetszett nekem ez a, a, ez a dolog, hogy én anélkül, hogy ezt, hát hogy is mondjam, csak jobban, végig gondoltam, jobban volna. végig gondoltam volna. Igen, azt mondtam, hogy szerintem ez egy megoldható történet Magyarországon. Neked ezen a ponton volt már tapasztalatod autóépítéssel, restaurálással, tuninggal, vagy csak arra nagyon-nagyon kiterjedt kapcsolati tőkére tudtál támaszkodni, ami az autó behozatali biznisz miatt volt? Restaurálásra volt, mert én nagyon-nagyon szerettem a 911-es porsche a az első szériáját, az F-szériát, azon belül is leginkább a rövid tengelytávú modeleket, amit azt hiszem talán 67-ig hogy 68 nagyon elejéig, de inkább 67-ig csinált a Porsche, mert abban nagyon sok olyan kedves dolog volt, ami még a 356-ból került bele a 911-be, és én szeretem ezeket az öreg dolgokat, a króm króma, nem tudom, a bőr bőr, és a többi, és a többi. Tehát így ilyen restaurátori dolgok, azok nem álltak távol tőlem, meg hát egy csomó szakembert ismertem, aki, aki ezt gondoltam, hogy majd ezekkel a dolgokkal fordulhatok. És teljesen könnyen, bár nem elkötelezve, de azt mondtam, hogy ez szerintem megvalósítható. És akkor, amikor erről a megbeszélésről eljöttem, azonnal fölhívtam egy nagyon jó barátomat, akinek van egy autószerelő műhelye, ahol elég komoly autókat csinálnak, és mondtam, hogy mi a kérés, és vagy mi, mi lenne a, a feladat. És hát ő azért nálam egy kicsit megfontoltabb volt, és mondta, hogy azért ez egy Uber nagy szopás, mert egy sokkal régebbi technológiát egy teljesen friss technológiával összepárosítani azért ott. Tehát ha csak az elektromos rendszert nézzük, a CAN-buszt és a többi. Ezt akartam is. mondani, hogy a 140-es az még vastagon hibrid. Hibrid, igen. Van benne kanbusz és, és hagyományos, hagyományos. Igen. És a c 2 meg az v hát, 2 az ott, meg már full Az kapusz. már teljesen. Tehát, rögtön, tehát ő rögtön ezt emelte ki, hogy azért ha még a mechanikával nem annyi, de azzal is, de, de hogy a, a, az elektromos részekkel, meg hát ugye ez nem egy versenyautónak készült, tehát itt egy lényeges szempont volt, hogy minden működnie, minden, mindennek működnie kell az autóban. Tehát mennie kell a tempomatnak, az automata klímának, az mindennek. Olyasfajta használhatóság kell, mint egy gyári tüstér. Így, így van. Mint hogyha nem nyúltál volna hozzá, csak mégis a, a motorja, az meg hát a hajtásláncban bizonyos dolgok, azok ki vannak cserélve egy sokkal modernebb történetre. És ö, ö, tehát akkor én ezt be, á, beszéltem vele telefonon, aztán. Leültünk, és több alkalommal, órákon keresztül veséztük ezt a dolgot, és számba vettük azt, hogy kinek milyen kapcsolata van, és neki, hála istennek, közel az ő műhelyéhez volt egy olyan ember, aki így az elektromosságban nagyon jól otthon van, és őt is bevontuk a beszélgetésbe és kérdeztük tőle, hogy megoldható -e, és ő azt mondta, hogy gyakorlatilag, amit egy ember csinált, azt egy másik ember meg tudja hekkelni, meg tudja csinálni. Tehát mondta, hogy ha idő és pénz van rá, akkor egészen biztosan meg lehet oldani a dolgokat. És ez 99%-ban így is lett. Egy, egy dolog volt, amit nem tudtunk megoldani, hogy nem úgy dudált az autó, hogy megnyomtad a, a a közép, közép volt, kö, igen, hanem a, hanem a közép dolgon, tehát a, a, a konzolon volt rajta a, a Duda, de egyébként ezt leszámítva, minden működött de, rajta. De Beültettetek egy generációval későbbi mercedes egy generációval korábbibe, fölhúztátok a teljesítményét annyira, amennyire gyárilag sosem volt fölhúzva, emellett az autó teljesen gyárilag néz ki a kerekektől és a fékektől eltekintve, ez így mind megvolt. És az az egy dolog nem valósult meg, hogy dudálni lehessen vele? Igen, ez az egy dolog nem valósult. De hát dudálni is lehetett vele, csak nem úgy, hogy rátenyereltél a kormány középre, hanem hát nem a legkomfortosabb, de ugye meg kellett nyomni egy gombot a műszerfalon. Amikor mondtad, hogy egy volt szovjet tagállamról van szó, akkor az embert megcsapja egy kicsit, ez a, tudod, mint amit Vinnie Jones mondott, hogy a, ez a James Bond féle tud, hogy érsz helyzet. Igen. Nem volt benned egy kis, hogy is mondjam, tartás attól, hogy ezek esetleg olyan emberek, akikkel nem jó bajszot akasztani? Hát mivel tudtam, mivel a, a, a magyarok, akik engem megtaláltak, ők elmondták, hogy ki az, és aztán később előre szalad van az idő, elő, előre van az időben, nekem ennek az országnak a követségére be kellett mennem vízumot kérni, ahol beadtam az útlevelemet, és egy ilyen tök pökhendi, jött velem egy tolmács, és egy ilyen tök pökhendi ügyintéző volt az ablak mögött, és mondta, hogy adjam be a papírokat, és majd mit tudom én, egy hét múlva nem tudom, mehetek a vízumért, és a tolmács odahajolt, és elmondta, hogy én kihez fogok kiutazni, és annyit kérd, elsápadta, tehát tényleg, mint a, mint a 60-as években, elsápadta az ügyintéző, és annyit kérdezett, hogy mikor szeretnék a vízumér jönni, és mondtam neki, hogy sajnos, már reagálva az ő pöhendiségére, mondtam neki, hogy sajnos nincs sok időm, úgyhogy most megvárom. És akkor és körül... és körülbelül egy negyed órát kellett várni, és elnézést kért, hogy ilyen sokat kellett várni, és egy negyed órában megkaptam a vízumot. Szóval a lényeg a lényeg, hogy tudtam, hogy azért nagy valószínűséggel, és ez a későbbiek folyamán is mindig beigazolódott, hogy nem kispályás az, akinek ez a dolog kell. És én, én annyit, annyit kértem a, a kontakt személyektől, akik közvetítettek köztem és a, a megrendelő között, hogy teljesen őszinték legyenek, és amit én kommunikálok, azt kommunikálják a megrendelő felé is, pont azért, hogy ne legyenek komplikációk. De a végül is lettek, mert ők tettek egy könnyelmű ígéretet, hogy az autó mikor lesz készen, a konkrétan a megrendelő születésnapjára megígérték, hogy ez már ott lesz ez az autó, ami, amire én rögtön mondtam, hogy ez egy tarthatatlan történet, mert először ez kérés formájában jelentkezett, csak gondolom, hogy ők nem akarták a nagy embernek azt mondani, hogy nem, és azt mondták, hogy természetesen, és természetesen nem lett készen addigra az autó, illetve az autó készen volt, csak tehát ezt tesztelni kellett, mert ez egy annyira egy annyira egyedi és annyira elborult történet volt, hogy ezt nagyon sok ezer kilométerre elküldeni, úgy, hogy ott esetleg beleülnek, és aztán száz kilométer múlva, nem tudom, letérd el rajta valami, az egy nagyon nagy probléma lett volna, tehát nem érkezett meg, de minden esetre tudtam, hogy kiről van szó, és nekem már voltak korábban, orosz vagy, vagy, volt szovjet köztárságból származó megrendelőkkel kapcsolataim, és az a véleményem róluk, hogy nagyon magas igényeket támasztanak, viszont meg is fizetik. És nincs velük semmiféle probléma, ha te vállal, amit te vállalsz, azt ha te betartod, akkor ők, amit, amit vállaltak a másik oldalról, ők betartják, és, és nincs ez a filmes legenda, hogy akkor jönnek, és nem tudom, megvernek, lelőnek, blablabla, bla, bla, hanem teljesen, teljesen normálisan lehet velük üzletelni, csak elvárják a korrektséget, és nekem idáig csak olyan tapasztalatom volt, hogy ők is azok voltak. Amikor összeállt minden, még az építés előtt, mielőtt még megtettétek volna az első kapavágást, hány fős csapat volt, aki, aki ezt az autót csinálta? Hányan dolgoztak ezen az autón? Hát eh, szerintem 8-10 ember biztosan. Hát át kéne gondolnom, mert ugye nyilván volt egy ember, aki a mechanikáért felelt, volt, aki az elektromosságért, volt, aki a kárpitozásért, volt, aki a karbon dolgoknak a gyártásáért, és a többi, és a többi. Tehát egy, egy, egy 8-10 ember mindenképpen foglalkozott vele. Többek között az Oliver is, mert ugye ő megtesztelte. <laughs> Igen, erről majd lesznek videók az elején. Szóval, az, az biztos, hogy mondjuk ez ugye 10 éve volt, tehát én a Csikós cikkét a 2014-ben olvastam először, tehát gondolom akkor ilyen 2012-2013 magasságában vágtatok ebbe bele. Akkoriban a 140-es az talán így a életpályája alján volt, hiszen nem volt még vágyott veterán, de már egy ilyen nagyon komplikált, nagyon nehezen életben tartható, túlmotorizált dög volt, és nektek meg szükség volt egy jó alapautóra. Most az alapnak is egy 600-asnak kellett lennie, vagy mindegy, csak kell egy hosszú bálna? Hogy indult a keresés? Úgy indult a keresés, teljesen egyetértek, hogy abban az időben a bálnának a megbecsültsége Magyarországon az a béka segge alatt volt. És a keresés úgy indult, hogy én nagyon szerettem volna valakivel Magyarországon jót tenni, és venni egy szép bálnát. Megszabadítani egy bálnát. Igen. Volna. És Magyarországon nem. Tehát én azt gondolom, hogy elég mélyen belementem ebbe a történetbe, és, és nem találtam. Tehát nem találtam jó bálnát. Igazándiból mindegy volt, hiszen a motort kivesszük belőle, hogy ez egy hát jó, a dízel kiesett, de de hogy egy milyen, azért is kiesett, mert ugye a egy ele nem volt hosszú tengelytávú, illetve van, aki azt mondja, hogy néhány darabot megrendelésre gyártottak, de mindegy, szóval kvázi nem volt dízelből hosszú tengelytávú, ráadásul nem volt dízelbe az a felszereltség, ami kellett volna, mert, mert így gyakorlatilag kikötés volt, hogy kell, hogy legyen hűtőszekrény benne, nem egy, hanem kettő, mert az első ülések között is kellett hűtőszekrény, természetesen mindennek gyárinak kellett lennie, tehát nem úgy került bele hűtőszekrény, mert létezett bele, nem úgy kellett, hogy valamilyen utángyártott, nem tudom mit belehebrácsoltál, hanem tehát konkrétan a felszereltsége is azért viszonylag fullos kellett, hogy legyen. Na mindegy, a lényeg, a lényeg, És hogy ez ilyen... Ez nem a nepper fullos, hanem a, ahogy igen, tudjátok, megképzelhetik igen, 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 a fullost. igen, Igen, tehát, tehát ilyenek, hogy, mint például a két hűtőszekrény, ami egy, ami egy nagyon ritka extra volt, akkor hogy, hogy milyen, milyen legyen az ülése, és a többi, és a többi. És konkrétan megmondták azt is, hogy milyen színű kell, hogy legyen az autó. Na most, hát azért annyi tapasztalatunk már volt, hogy nem akartunk abba belemenni, hogy veszünk egy fehér kocsit, amiből aztán Blauschwarz metált varázsolunk. Mert hát a szopófaktort azért amennyire lehetett próbáltuk kikerülni. Tehát a lényeg az, hogy itthon nem találtunk ilyen autót, és akkor nagy barátunk az internet és a mobile, és ott kezdtem el keresni. De hála Istennek akkor még nagyon jó minőségű bánákat lehetett viszonylag normális áron vásárolni. És Németországban találtam egy olyat, ami tetszett. A felszereltsége is nagyjából jó volt, ami meg, ami meg nem volt jó, ahhoz tudtam azt, hogy mert például nem volt benne hűtőszekrény hátul, meg előse, de az egy viszonylag hát egyszerűen orvosolható probléma, hogyha van kellő mennyiségű kapcsolatod és pénzed, mert egy benzintankot kell benne cserélni, hogy a hűtőszekrény bemenjen a, a hátsó könyöklőnél. Igen, igen, hogy bemenjen a hátsó illetve az e, a két első ülés között van beépítve az első ütőszekrény, tehát hogyha van annyi pénzed, hogy tudsz ilyen alkatrészt vásárolni, akkor ez egy viszonylag egyszerűen megoldható történet. Kárpitosból jók voltunk, tehát az, hogy alkantara legyen a tetőkárpit, vagy nem tudom, szóval ezek nem voltak problémák, de ez egy jó felszerelt autó volt, és amikor megérkeztem, Németországba, és kijött elém a, a, az ember a vasútállomásra, mert olyan helyen lakott, hogy vonattal lehetett jól megközelíteni, mert abban bíztam, hogy tényleg olyan az autó, mint amilyet előzetesen mondott, hogy, én, hogy én azzal majd hazajövök, és, és begördült a parkolóba, akkor olyan kiállása volt. Tehát tudod azt az érzést, amikor meglátsz egy autót, és látod, hogy az nem egy kalapszar, hanem az egy tényleg egy, 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 egy ott van és, ez egy ilyen kocsi volt, úgyhogy tudtam, hogy ez lesz, a, ez lesz az alapautó. De hát akkor még jött egy olyan másik történet, hogy ugye kellett szerezni ehhez Bocsánat, egy... csak hogy egy kicsit el tudjuk magunkat helyezni térben és időben. Milyen értéket képviselt így 2013-14 körül egy jó állapotú, jó kiállású 600-as bálna? Hát ilyen 10 ezer euró. Volt, az akkori, az akkori volt... euróval, igen. Hát azt így könnyű belőni. Igen, tehát nem emlékszem az euró-forint árfolyamra, valószínűleg jobb volt a kurzus, mint most. Igen, elképzelhető, úgyhogy ilyen tizenezer. Már akkor is viszonylag határok között mozgott, mert, mert kalapszart lehetett kapni ennél, mondjuk a feléér, vagy kevesebb, mint a feléér, de azért a jó állapotú autók. Már, akkor is ilyen tizen pár ezer euróban kerültek, hát azóta meg szerintem legalább a duplája egy olyan, olyan minőségű autó, de bárki, aki esetleg mondjuk így bálna projektbe bele akar vágni, sokkal, tehát higgyék el nekem, hogy sokkal olcsóbb egy jót venni, mint a szarból jót csinálni. Ez, 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 ez mindenre igaz? Igen, ez mindenre igaz egyébként, tehát a veteránozásnál is. Tehát az, hogy veszel egy jó minőségű autót dupla annyiért, az a végén olcsóbb lesz, mint amikor a szart megvetted. Ráadásul nincs az, hogy évekig mindig mindenféle szerelő fölhív, most éppen mennyi pénzt vigyél az autódnak a további javítására, és ott van az autó, nem tudod használni, csak költesz, költesz, költesz. Tehát jobb volt, venni egy jó állapotot, és akkor az így, így rendben volt. És azt mondtad, hogy ugye még szükség volt két. Hát nem 220-asra, ugye a 220-as az a, a bálna után következő a lámpás az első modern és sokan, sokan, hivatkoznak rá így, hanem ennek a kupéjára, ami nekem nagyon kedves, mert szerintem baromi néz ki. Ez volt ugye az utolsó szakkó merci. Bruno szakó ezután menj nyugdíjba. A C215, ha jól emlékszem. Az hát már nem jel. emlékszem a típuskódjára, a, a de véletlenül, mert... véletlenül a ko a Donor c az itt van nátok az udvaron. Ezt akartam mondani, hogy ez az autó 10 éve itt áll a Igen. telepejünk. Igen. És hogy miért kellett kettő? Nem kettő kellett. Nem kettő? A fehér, ami szintén itt áll az udvaratokon, az egy teljesen másik történet, és aznak semmi köze nincs a K.O.-hoz. Jó értem, jó értem akkor kellett akkor az a, jól emlékszem, az a, hát ez a lilás Igen, igen, igen az, egy, az egy gyári Lorenzen ilyen padlizsás lila, lila színű Mercedes, ami, amit egy német kereskedő vásárolt Amerikában, és hozta be Németországba, és én attól a német kereskedőtől vettem meg az autót. Ezek akkor még gondolom lényegesen drágábbak Hát voltak. igen, az, a, az akkor még egy szemmel látható összeget képviselt egy, egy 65 AMG, mint ahogy ma is egyébként, hogyha veszel egy most fut, nem is tudom, most van még, mert talán már a nincs Futottak, Nem, nincs, tehát már a, 63. az előző szériája az abból még volt. Nem, volt 63 is, meg 65 is. Az Igen, az de v most liter már csak 63 volt, a másik van. meg V8. Nem, igen. Nem, volt egy 4 literes, meg volt a V12. Igen, de a V12 volt a 65, de azt ma, ma már szerintem nem. Nem, nincs s kupé, képzeld. Van esosztály, és nincs. Tehát az aktuálisan futó esosztályból, most meg nem mondom a karosszéria szemet, szégyen szemre, abból már nincs kupé. Viszont az utolsó, az viszont gyönyörű. Tehát az előző S-osztálynak a kupé az. egy... Igen, nagyon egy szép autó, igen. Meg jó is. Meg jó is. Tehát, hogy, tehát, hogy kellett, mindegy, nekem igazándiból, hogy kupé, limuzin, kabrió, teljesen mindegy volt. A, a lényeg az volt, hogy a mot, az órában egy, egy a 65 AMG motor legyen, ami egy V12-es biturbo motor, és ez volt, tehát ez volt a megkötés, mert nekem az autónak gyakorlatilag a hajtás láncán kívül nem volt szükségem másra. Ha jól tudom, a 140-esnek a V12-es motorja az az M120, Igen. Az a 65 AMG-nek viszont nem az, hanem nem. már egy modernebb motor. Úr, és beszélgettünk itt pár hete, és te azt mondtad nekem, hogy vagy egész egyszerűen az M120 egy jobb motor. Sokkal. A tuning szempontjából egy tartósabb, jobban terhelhető motor, mint ami a CL65 AMG-ben volt. Miért nem használtátok az M120-at? Azért, mert a, mert a megrendelő konkrétan kikötötte, hogy egy 65 AMG motor kell bele. Én nekem gőzöm nem volt egyébként akkor, hogy a 65 AMG és a Bálnának a 12 hengeres motorja milyen minőségbeli különbség van a kettő között. Tehát konkrétan sok mindenre nem igaz, de erre a motorra igaz, hogy régen minden jobb volt. Tehát sokkal a, a, a bálának a motorjába abban sokkal több anyag van. Tehát például a, a hengerek, tehát a hengerfal vastagság a, a hengerek között, nagyságrendekkel nagyobb például a, a, régi motorban, mint a 65 AMG-ben. A Bálna motoron azon egy négyszelepes hengerfej van, a 65 AMG háromszelepes. Dupla gyertyás, ha jól tudom. Tehát, hogy igen, egy, igen. A, a dupla gyertya kedvéért beáldoztak egy szelepet. Így van, tehát abban csak három, abban egy háromszelepes hengerfej van. És e, e, tudnám sorolni, arról nem beszélve, hogy én, én igazából beleálltam volna ebbe a történetbe, hogyha valaki annak idején vett egy 65 AMC-t, és arra mondtak 612 lóerőt. Én mindegyik 65 AMC-t elvittem, és megmérettem. És egyik sem tudott, e, még 550 sem. Ez a nagyon hatszá... furcsa, mert ezek a modern feltöltött turbomotorok jellemzően mindig többet tudnak. Mindegyik kevesebbet tudott, közel nem volt ahhoz a, ahhoz a teljesítményhez, és uh, igazándiból uh, én megmerek rá esküdni, hogy, uh, hogyha vettünk volna mondjuk egy Brabus 800-ast, hogy a Brabus 8... tehát abból a motorból, amit, am, amit a mert ők ugye ezeket a már a 65 AMG motorjából csinálták, abból a motorból egész egyszerűen azt a 800 lóerőt, azt annyira, annyira nehéz kihozni, vagy 800 pluszosra kihozni, hogy az, az, az szinte, szinte a lehetetlen küldetés, úgyhogy én, én szinte biztos vagyok benne, hogyha megmérnénk egy 800-as Brabuszt, hogy az nem tudja a 800 lóerőt, arról nem beszélve, hogy amit annak idején hazudtak rá, hogy több mint 1000 Nm a, a nyomatéka, nem létezett a Mercedesnek olyan váltója, ami ilyen nyomatékot elvisel. Tudomásom van. szerint ezt úgy adták meg, hogy 1000 Nm lenne a szabályzatlan nyomaték, de pont a kedvért, ez, ez egy vágott nyomaték görbe. Amennyire én emlékszem, de a én úgy emlékszem hogy 1100-at vagy 1200-at adtak meg, és nekünk a... Az ezen Nm környéke, azt úgy, tud, úgy tudta a váltó, hogy, hogy az, aki a váltót csinálta, az szedte, és minden lehetséges ponton megerősítette, hogy az egyáltalán kibírja ezt a, ezt a nyomatékot. Szóval szerintem, szerintem ezek, ezek a számok, ezek. Hát hogy is mondjam, csak igen jó indulatú kerekítésekkel működtek a, a, annak idején, de a lényeg a lényeg, hogy hogy a, a konkrétan a megrendelő ragaszkodott hozzá, és mivel mi nem tudtuk akkor még, hogy az M120-ban a régi bálna motorban mennyivel több potenciál van, mint a, az újabb motorban, ezért nem, nem tudtunk érvelni se amellett, hogy jobban járna, Hogyha mi is jobban jártunk volna, ugye nyilvánvalóan, hogyha az eredeti motorját tudjuk használni, de mivel ezt ő konkrétan kikötötte, hát mindig az történik el, mint a megrendelő szeretne. Oké, okay. meg volt a donorautó, meg volt a szép bána. Szép bána volt? Szép, nagyon hát, hogy szép bána. Kellett a esetleg Hát a karosszériához hozzá annyiban hozzá kellett nyúlni, hogy, hogy amikor a az Oliver tesztelte az autót, akkor a, ha jól emlékszem, a bal hátsó kereke felrobbant, néhány száz méter gumifüstölés után, a tököli repteret teljes, teljesen, mint a II. világháború ilyen füst, füstköddel elborította, felrobbant, és akkor megsérült a hátsó sárvédő egy kicsit, ahogy a, ahogy a futófelület leválta. Igen. Meg a, meg a, lökhárító, és ennyit kellett rajta csinálni, illetve a motortérben ahhoz, hogy, el, hogy, ott a dolgok elférjenek, ott a doblemezeken kellett alakítani, de effektív ezt leszámítva lakatos munkát vagy fényező munkát nem igényelt. Akkor ott volt a hibátlan bálna, és ott volt a Donor AMG. Mi volt az első lépés? Gondolom, mindkét autóból kirepült a hajtáslánc, és a, a turbomotor elindult a megfelelő szakemberhez, de közben mi történt a bánával, vagy, vagy hogy zajlott ez a folyamat? Hogy lehet egyáltalán összehangolni egy ilyen léptékű autóépítést? Hát először is, ugye mikor kisétáltak a, a hajtásláncok a, az autókból, akkor a Bálna megkapta a hátsó hídját a 65 AMG-nek. Megkapta a féltengelyeket, mert vastagabbak voltak, mint a bálnának a, a tengelyei, illetve ö, megpróbáltuk belelógatni a motort. Akkor kiderült, hogy például meg kell fordítani a bölcsőt. Hogy csak egy dolgot mondjak. Már hogy a 65 AMG-nek a bölcsőjét a 140-es A 140-esben, igen, meg kell folytani, a, tehát hogy a, hogy a 140-es bölcsőjébe, bele, tehát hogy abba a motortérbe bele tud tenni ezt a motort, ahhoz ö, variálni kellett a, a bölcsőjével, illetve ö, hát ugye ki kellett ö, találnunk azt, hogy, ö, hogy majd ezt az autót meg kell állítani, hogy, hogy az hogy legyen, és én ugyan amellett kardoskodtam, hogy tegyük rá a karbon fékeket, de a megrendelő azt mondta, hogy a 65 AMG fékjei kerüljenek föl, és Egyetlen dologban tért el a bálna a teljesen szériától, hogy, a, hogy az eredeti 16-os kerekekben fizikailag lehetetlen akkora féket tenni, mint ami ehhez kellett, és ezért annyi kompromisszumot kötöttünk, hogy nem túl feltűnően, de nagyobb, tehát hogy kicsit a stílusa az maradjon olyan, mint a, mint a régi volt, de hogy a nagy féknek nagy felni kellett. Ami aztán... Egyébként ez kiderült később, hogy egy rossz döntés volt a 65 AMG fékét fölrakni, mert abban az időben volt egy darab féktárcsa rá ilyen 450 ezer forint, amiből ugye kapott négy újat, és a két első féktárcsa az körülbelül a második fékezésnél. Ez az autó ez kényelmesen tudott 300 fölött menni. Ennek, az, ennek egyetlen akadálya volt, nem, két akadálya volt, hogy ugye Magyarországon 130 km a limit, tehát nem tudod közúton ezt a sebességet meg sem közelíteni. A tököli reptér meg viszonylag, rövid viszonylag az a szakasz, amit ki tudsz bérelni tesztelésre, és a szakasz végén meg kell állni. És amikor ilyen 300-300 fölötti temporól nyomsz egy satút, hát ott elég meleg van. És a második-harmadik fékezés után a vadonatúj féktárcsák hullámosak lettek. A 450 ezer forint per darab, tehát ott a két első féktártya, az 9 kiló, az ment a kukába. Úgyhogy, úgy, hogy, hát szóval voltak ilyen, ilyen járulékos, járulékos költségek, de mindegy, a megrendelő ezt akarta, és mondom, nagyon-nagyon lényeges volt neki az, hogy ne látszódjon rajta az, hogy ez egy teljesen más autó, mint egy sima széria. 600-as Mercedes. Jól sejtem, hogy ez az építés ilyen minőségben ennyi idő alatt, tehát 9 hónapig készült az autó. Igen, 9-10 hónapig, igen. Ilyen minőségben ennyi idő alatt ennyire elborult módon azért tudott megvalósulni, mert nem volt pénzügyi akadály. Igen. Tehát, hogy ez ha... mindenképpen. Tehát, hogyha ha ez egy ilyen alacsony költségvetésű történet lett volna, akkor ez már a leges-leges legelején megdőlt volna, mert mert nagyon elvakult, tehát az oroszoknak, vagy a, vagy a volt Szovjetunió mostani területén lakóknak a bálna Mercedes a mai napig egy ikon. És ez azért ikon, mert amikor ott a perestroika megvalósult, és elkezdtek le legálisan, vagy nem legálisan, de tollasodni az emberek, és elkezdett sok pénzük lenni, és kinyílt előttük a világ, akkor volt a bálna egy menő, egy futó típusa a Mercedesnek, és aki aki jó volt, az egy státuszszimbólum volt, hogy van egy bálnája. Egyfajta toteme volt a várt nyugati jólétnek. Így van, Tehát, így van. És ez a, ez Na, a hozzánk az f érkezett meg, ahhoz a rétekhez, azokban az államokban, a, ott meg a bálnával. És, 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 ez a, ez a, a bálna fanság, ez a, ez a, mai napig bennük maradt. Tehát én, amikor kim voltam átadni az autót, akkor a, a tulajdonosnak Mindenféle ferrari voltak, Bugatti-a volt, tehát mit tudom én, GMRC-ből 65 AMG, és a többi, és a többi, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok Rolls-Royce, uh, uh, Royce, nem tudom, tehát rengeteg, rengeteg autója volt, de ettől még ő erre vágyott mert vissza, tehát megmaradt benne ez a nosztalgia a, a bálna iránt, és ebből akart egy nagyon különleges. Nem felejtette el, honnan jött. Nem felejtette el, honnan jött, igen, és, és, és ezért a mai napig is, a, a, az, mondjuk nevezzük őket oroszoknak, hogy a mai napig is az oroszok között a bálna, az egy, ez egy népszerű ö, autó, és nagyon sokan a sokkal-sokkal-sokkal drágább autóik mellett, a mai napig tartanak bálnát. Valami érdekes ez hogy szociológiaiak, hogy tud ez alakulni. És nem véletlenül van nekik egy olyan mondásuk, hogy v 8 a csórók járnak. Mert aki igazán az ottani perestroika után jó, megengedhette magának, ott mindenki a 600-ast vette, mert a V12, ugye, az, az, az egy sokkal nagyobb presztist adott, mint mondjuk, a, mint mondjuk az 500-as, amiben csak V8 volt. Valami jó, elképesztő. 860, ez ugye a teljesítményre utal, hogy 858 lóerőt értetek el. Igen. Ez a megrendelő specifikációja volt, hogy legalább x lóerős legyen az autó, vagy ti a technikával, az akkori anyagszínvonallal, az akkori mérnöki tudással ezt tudtátok kihozni belőle? Ő, ő azt kérte, hogy amit, tehát hogy az volt a, az volt a kívánság, hogy ne üzemórás legyen az autó, és amit tudunk, azt hozzuk ki belőle. Uh -huh. És hát ez volt, amit ki tudtunk hozni belőle, nagyon-nagyon sok szívás árán, mert ugye amikor szembesültünk azzal, hogy ez a motor egyébként egy mennyivel, mennyivel kevésbé terhelhető történet, mint a Bálnának az eredeti motorja, mennyivel már érezhető az anyagsporolás benne, és a többi, és a többi, akkor azért Tudtuk azt, hogy, hogy azért ebben egy, nem tudom, tehát ezt a teljesítményt elérni, azért ez egy nagy kihívás lett. Tehát ez olyan szinten nagy kihívás lett, hogy például a turbokat el kellett küldeni Németországba, egy speciális műhelybe, ahol magát a házat annyira megnagyobbították, hogy még nagyobb lapát férjen bele. Mindent mintha építeni, manapság úgy hívják őket, tán, hogy hibrid turbó. Hát lehet. Nem, nem. A, a, turbónak a belső helyzet, hogy egy nagyobb szállítású. Igen, ö... hogy nagyobb kapacitású legyen, így van. És ugye ö, mindent ki kellett, a leges-leges legmesszebb leg menőkig ki kellett centirozni, a főtengeit el kellett küldeni, újra centirozni, hajtókarokat kellett. Bocsánat, csak ez itt szöget ütött a fejembe, hogy bána embertelen tele van, tehát tényleg van itt a telepen. Egy pár darab, pár igen. Pár darab, a háromszázasnak múltkor nézegettük, hogy a háromszázast az kvázi úgy szerelet, hogy, Igen. Miért nem tettetek fel nagyobb turbókat? Igazándiból azért nem tettünk föl nagyobb turbókat, mert, mert ez a beteges ragaszkodás, hogy ez egy 65 AMG motor legyen, ez, ez végig megmaradt. Tehát hogyha erre a motorra ránéztél vagy egy hozzáértő ránézett akkor akkor azt látta hogy igen ez ki lett véve onnan és bele lett téve ide. Csak ugye azt nem látja hogy mi van a belsejében. Tehát mire ez eljutott oda hogy ezt a teljesítményt tudta és ezt nem üzemórásan tudta ahhoz gyakorlatilag hát a konkrétan a, a motor az ilyen húsos ládákba volt miszlikre szedve és és portolni kellett a hengerfejeket, mert ugye nem, nem uh, stimmelt, tehát nem volt száz százalékig uh, precíz, át kellett alakítani a turbókat, hogy hiába úgy néz ki, és a háza az ugyanakkora a külső mérete, de hogy az nagyobb kapacitású legyen, uh, kiderült, hogy azért a főtenge is kért bizonyos súlyokat, hogy az teljesen ki legyen centirozva. Erre sajnos nem tudom, hogy ma már van erre rá itthon lehetőség, de ugye ezeket mind külföldön kellett, ki kellett küldeni, ott megcsinálták, visszajött. Lehet azt esetleg nagyságrendileg elhelyezni, hogy, a, hogy az építés teljes költségébe a motor az mekkora részt tett ki? Már, a, már, a, már hogyha megvan maga a... Meg a kész autónak a motor az mekkora De hogy, Tehát, hogy a motor beszerzési árát is számoljuk, vagy csak amit ráköltöttünk? Ha csak a ráköltést, a... csak a ráköltést. Mibe kerül 860 lóerő egy V12-es Merci motorba? Több tízezer euró. Uh -huh. Akkor járon? Akkor járon. Azért az elég meredek. Igen. És akkor ehhez még kellett egy sebességváltó. Egyáltalán és van polcon kapható alkatrész ahhoz, hogy egy ilyen váltót megerősíts, vagy pedig a nagyobb, kézi munka volt. nagyobb teherbírású alkatrészeket le kellett gyártani? le kellett gyártani. Igen. Igen. Csak uh, akkor még uh, dolgoztak olyan szakemberek, nem tudom, mert akkor is idősek voltak már, és nem volt kinek átadni a tudásukat. Dolgoztak olyan öreg szakibácsik, a jó értelemben vett szakibácsik, akik jóba voltak a különböző fémmegmunkáló gépekkel, és készségi szinten tudták ezeket használni, és meg volt hozzá az innováció, hogy mi az, amit változtatni kell azon, hogy ezek a váltók vagy ez a váltó, ez kibírja ezt a, ezt a terhelést. És akkor ez kézi munká, tehát ez úgy nézett ki, hogy a váltó ugyanúgy darabokra volt borítva az asztalon, mint a motor, és akkor azt mondta, aki ebben kompetens, hogy gyerekek, ahhoz, hogy ezt kibírja, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt kell megváltoztatni rajta, és akkor bírni fogja. Elképesztő. A differenciálműből mit tudtok használni? Sperdifi a... volt az autó alatt, vagy ez egy hagyományos nyitott differenciálmű volt? Mint? Hú, nem emlékszem rá. Nem tudom, tényleg nem, 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 is emlékszem rá. Én szerintem a Diffihez maximum annyit nyúltunk az eredeti 65 AMG alatt lévő Diffihez, hogy talán az is szét lett szedve és ki hézagolva, hogy az teljesen újszerű legyen, de, de magához a Diffihez, meg a féltengelyekhez, ahhoz nem lett hozzá nyúlva. Hihetetlen. És eközben az autó maga egy nagyon komoly elektronikai átalakítás van, és el kellett, hogy essen. rendelkezésre álltak már ekkor, ekkoriban ilyen ilyen stand alone elektronikák, hogy hogy mondjuk csinált el egy motorvezérlőt, ami aztán működteti a motort és a bálna meg elműködik a saját elektromos rendszerével, vagy itt megint rémálomszerű drótozás itt volt? Itt rémálomszerű dolgok történtek. Eleve az, hogy a hogy a, műszer, a műszercsoport működjön, és az a műszercsoport, az a bálna műszercsoportja legyen, ahhoz a 65 AMG-nek a műszercsoportját, nem a műszerfalat, mert a héj nem kellett, de magát, a műszercsoportot, azt bele kellett építeni az autóba, úgy, hogy ne látszódjon. Tehát abban két műszerfal volt. És a két műszerfaltól tudott ez az egész működni úgy, hogy a bálna műszerezettsége működött. A, nem tudom, lehet -e mondani, hogy az alig utcában van egy legendás ö, automűszerekkel foglalkozó cég, a Haudekék, akikkel én, ö, hát azt kell, hogy mondjam, hogy baráti viszonyt ápolok, és amikor bementem hozzájuk, és elmondtam, hogy miről van szó, hát az öreg mondta, hogy ezt a fiával legyek szíves megbeszélni, ő mindenben támogat tényleg, de menjek a picsába, mert ugye ahhoz, hogy ez a két műszer kommunikáljon egymással, ahhoz ilyen nyák lapot kellett gyártani hozzá, meg nem, az szóval borzalmas komplikált volt, de a fia megoldotta, az öreg pedig szintén a megrendelő kérése volt, hogy az autót 300 kell, hogy legyen, legalább 300-ig kell, hogy legyen órázva, Egyébként leverte az órát, tehát többet ment, mint, a, mint a, amit az óra mutatni tudott. És a, ugye a, 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 ezt, a, ezt, az át, átkonvertálást, hogy ez tudjon ennyit mutatni, meg a számlapot, meg mindent, azt, azt a, az öreg, öreg csinálta tökéletes állapotban, tehát egyez egyben úgy nézett ki a műszer, mintha az gyárilag lenne ilyen magasra kottázva, de hát ez csak egy dolog volt az elektronikával, mert például mi megpróbáltuk a Mercedes-től szerezni egy olyan protokolt, hogy például a kipörgés gátlót ki lehessen kapcsolni. És mondta a Mercedes, hogy ez lehetetlen. Tehát, hogy ha lehetséges is lenne, akkor is lehetetlen, mert hogy ők ezt ha lenne ilyen technológiájuk, akkor sem adnák ki biztonsági okokból. Tehát kell gyártani a 180 másik elektronika mellé egy elektronikát, amivel tehát nekünk ki kellett találni, hogy hogy lehet a Mercedes becsapni, hogyha a tulajdonos van olyan elmebeteg, hogy a halálfejes gombot, ahogy csikos úr, igen, hogy a, a, azzal lehet rettegni, tehát hogy hogy lehet, hogy lehet gomnyomásra kibe kapcsolni, hogyha ő azt akarja, hogy mit tudom én, égjen a gumi. Bocsánat, tehát a halálfejes gomb volt a minden elektronikát kikapcsoló gomb. Igen, az volt Nagyon a minden, stílszerű. igen, igen, az volt a minden elektronikát kikapcsoló gomb, de oda volt írva, hogy csak verseny körülmények között. Illetve hát volt egy csomó matrica és a orosz nyelvű matrica a motortérben, hogy mindezeket ugye saját felelősségre. Ha van olyan őrült, aki egy 860 lóerős autón ki akarja kapcsolni az elektronikát, akkor a lehetősége megvan rá, de hát azért nem annyira javasolt. Tehát, tehát az elektromosság, de hát ez, ez még csak az, hogy a műszerek működjenek, tehát az, hogy egy, hogy ez a motor a saját ekujával kommunikáljon, a, a bálna. Te, megtartottátok a saját Bos, felteszem azt, hogy Bos motor? Igen, vezérni. én is azt hiszem, hogy Bos volt. Igen. Megtartottátok a Bos motorvezérlőt? Igen. És Igen. az lett akkor gondolom Igen, A Igen, csak hát, de az, hogy az maga a, a sokkal modernebb, technológia, a bálna rendszerei, mert ugye a klíma, az megmarad bálna klíma, tehát az azzal kellett, a tempomat megmarad bálna tempomat, tehát, hogy, hogy és ezek ki voltak hangsúlyozva, hogy az extráknak működnie kell, tehát ez nem opció volt, hogy hogy csináljátok, és tök jó, igen, csináljátok, tök jó, mert majd izé letaposom a pedált a deszkáig, érted, úgyse kell a tempomat, hanem ezek, tehát ez konkrétan a, a megrendelés része volt, hogy minden olyan extra ami gyárilag benne volt az autóban, vagy amit mi még utólag bele akarunk tenni, annak minden működnie kell. És azért ez egy. Az, az érdekel engem nagyon, hogy te, hogy élted meg ezt az építést. Közben te vitted a napi teendőidet, ugye a megrendelésre, autószállítás, autómozgatás kontinensek között, vagy amíg ez a 9-10 hónap ment ez az autóépítés, akkor te ezzel keltél, ezzel feküdtél? Hát nem emellett csináltam a többi dolgomat, de azt kell, hogy mondjam, hogy ennyi álmatlan éjszakám, mint ennél az autónál. Tudni, nem volt olyan nap, hogy ne hívtak volna föl, hogy figyelj, van egy ilyen probléma. És, és gondolkodunk, és nem, nem úgy hívtak fel, hogy van egy ilyen probléma, mert meg tudjuk oldani, hanem felhívtak, hogy van egy ilyen probléma, és dolgozunk a megoldásán. Oké, okay, csak ugye, mivel ezek orosz megrendelők voltak, tehát itt ugye volt egy, általában sokan elrontják, és, és azt gondolják, hogy a megrendelés az egy egyoldalú történet, ahol le van írva, hogy mennyit kell, hogy fizessen. De az oroszok nem ilyenek. Ők leírják, hogy mennyit fognak fizetni a késztermékért, de azt is leírják, hogy mi a határidő. És ezt, ezt a határidőt ezt neked tartanod kell, mert ez ködbéres történet, és nem 50 euró ködbér van naponta, hanem nagyon-nagyon komoly összegek, tehát neked tartanod kell a határidőt, és amikor minden nap fölhívnak, hogy figyelj, van egy probléma, nem tudjuk, hogy oldjuk meg, biztos meg lesz oldva, de gondolkodunk rajta. És akkor elindul a fejedbe neked is a gondolkodás, hogy oké, okay, ezek most gondolkodnak rajta, de mi van akkor, hogyha két hét múlva lesz, a, jön meg a gondolat, hogy ezt hogy lehetett megoldani, mert látva a profizmusukat azoknak, akik effektív fizikailag dolgoztak rajta, nem volt kérdés bennem, hogy meg fog oldódni, csak hogy mikor fog megoldódni, tehát hogy az időben olyan gyorsan oldódjanak meg a napi problémák, hogy az, azzal beleférjél a határidőbe. Mi volt emlékeid szerint a leg, a leg megoldható probléma? Hát ez az elektromos kérdés. Tehát ez, hogy, a, hogy az extrák működjenek. Mint ahogy mondtam, hogy ugye a kürt, hogy az az egy dolog már nem fért el a, 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 a kormányon, mert ugye belekerült a 61 AMG kormánya, mert hogy azon a kormányról tudsz váltani. Így van, felül tudod bírálni Így, így van, így van, de annak működni kell, és egyszerűen már nem volt, nem volt ele, a, 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 nyáknak már nem volt olyan kapacitása, hogy azt tudjon dudálni. Tehát ez volt az egyetlen olyan dolog, ami, ami kvázi nem ugyanúgy működött, mint ahogy kellene, de az összes elektromos, az összes elektromos cuccnak a, a rendszer szintű működése, és hogy minden úgy működjön, ahogy az eredetileg működött, ennek a megoldása az borzalmas volt. Tehát szerintem az elektromos része volt a legesleges, -leges legkomplikáltabb. És a hátsó kipufogó dobok megkerülő szerepe, ugye ebben az autóban volt egy felteszem nem nagyon hangos, bálnához passzoló hangú kipufogórendszer, és volt hátul egy megkerülő szelep, amivel a kipufogógázók ki tudták kerülni a hátsó dobokat, hogy egy kicsit hangosabb legyen. Ez a megrendelő kérése volt, vagy ez a ti részetekről? Nem, ezt, ezt mi találtuk ki, hogy, hogy tehát hogyha valaki használja a halálfejes gombot, akkor mi úgy gondoltuk, hogy ahhoz szeretné, hogyha a hang is társulna, és Egészen véletlenül ez például egy Ferrari-ból származó ö, alkatrész, egy vákum, vákum így van, ami, amit beletépítve a kipufogóba, és ö, kívülről nem látszott, ö, hogy van alatta még egy kipufogó ö, rendszer, mert csak az eredeti, tehát hogyha ránéztél hátulról, akkor a lökhárító nem, nem jött ki még egy, még egy kipufogó, mert ugye mondom, mindenben úgy kellett kinéznie, mintha gyári lenne, viszont ha kinyitottad a csomagtartót, akkor föltűnt, hogy valami nem stimmel, mert nem volt pótkeréköből. Az ki lett véve belőle, hogy elférjen a második kipufogórendszer, és az belet lemezelve. Tehát, és az úgy lett belemezelve, hogy az úgy nézzen ki, mintha gyári lenne, tehát abba a kézzel a merevítő bordák, és a többi, és a többi bele volt kalapálva, tehát az nem egy darab táblalemez oda, oda lett heftölve, hanem az meg lett úgy építve, mintha az gyárilag úgy jött volna ki, hogy ott nincs, nincs öböl, mert ott ment ez a, ez a, ez a rendszer, és volt egy külön gomb, ami ezt a vákumot működtette, és akkor nem azt mondom, hogy hogy ilyen parasztú durva hangja volt, de de egy ilyen mélyebb tónusú, nagyon szép, nagyon szép hangja Na lesz. Amikor... Mondjuk ki egy Mercedes V12-nek, akármelyiknek nincs különösebb jellegzetes hangja. Nincs. Súgnak, búgnak, mert nem az a dolguk. Tehát aki hangot akar, az V8-ast vesz, aki meg erőt akar csendesen, az meg V12-t vett akkoriban. De érezhető volt hm. egyébként, hogyha nyitott volt a, a, a kipufogója. Én, nagyon élesen él bennem az emlék, amikor ezt az autót először megláttam egy parkoló és nem tudtam vele mit kezdeni. Hát az az irgalmatlan méretű intercooler, azok a hatalmas légszűrőházak, meg a, meg a lemezelés a, a géptető belső oldalán, így Rolanddal sétáltunk operatőr kollégával, és hogy lefogytunk. Nem tudtuk, hogy mi, mi van. Neked milyen érzés volt először beleülni és menni vele? Mert tudomásom szerint több ezer kilométert tesztelted az előtt, Tehát ezzel az autóval te jártál? Nem tudom, nem látja a kamera, csak most, hogy beszéltél róla, a motortérről, és a mai napig uh, uh, libabőrös uh, leszek tőle, mert. Uh, mert amikor alkotsz valamit, valamit létrehozol, az szerintem egy rohadt jó érzés. Tehát ez sokkal jobb érzés, mint, mint amikor elbontasz valamit mondjuk és rombolsz, amikor építesz valamit. És amikor megvan rá a lehetőséget, hogy ezt az építést, ezt igényesen csináld meg. Tehát, hogy konkrétan kitaláld azt, hogy, hogy a plusz levegő miatt hogy legyen az az egész motortér ott kialakítva, és, és, hogy ott karbonburkolatok legyenek, és méretre oda gyártva. Tehát nem az volt, hogy vettél egy intercooler hűtőt, vagy használtad a, az AMG-nek a, a, az intercooler hűtőit, mert ugye az a motor tetején van egyébként rajta, ebben pedig egy vízes cooler volt elő a, a hűtőrács mögött közvetlenül, egy borzalmas méretű intercooler, ami ugye úgy készült, hogy hogy konkrétan az autó oda ment a coolerhez, és ő a utolsó millimétereket kihasználta, hogy a maximális méretű coolerebe belekerüljön, de az is az a, tehát hogy egy olyan szakember volt, meg van a mai napig, aki ezt meg tudta valósítani olyan minőségben, hogy ki, mint ahogy te visszaemlékszel rá, hogy kinyitottad, és azok a, azok a megmunkálások, amit, amit ott láttál az alkatrészeken, az azt mondtad, hogy hú, meg. és, És ugye kitaláltuk ezt a jelzőfesték sárga szint a, 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 a szelefedeleken, ilyen színűek lettek a, a féktárcsák, tehát, vagy illetve a féknyergek, hogy, hogy, annyi menet közben, mivel kedvel csináltuk, hogy annyi, annyi, ilyen plusz saját gondolatunk támadt, hogy, hogy az autóról gyakorlatilag, a Zsolt is azt mondta annak idején, hogyha valaki melléd áll a lámpánál, és tüzetesen megnéz az autót, egyetlen dolog az, amiből azt gondolja, hogy egy húbaz meg kocsi, hogy ránéz a féknyergekre, mert világított az a narancssárga féknyereg a felni mögött, de az is föl volt matricázva, és a többi, és a többi, tehát minden részlete ilyen nagyon igényes volt, és ezáltal igazándiból hogy gyakorlatilag a határidő volt az, ami gátat szabott a történetnek, ezért mindenki szívesen agyalt rajta, hogy figyelj, még ezt így lehetne, vagy úgy lehetne megcsinálni. Biancó csekket kaptatok, vagy volt egy előre megszabott... Nem, nem kaptunk Biancó csekket, volt egy nagyjáboli összeg, amibe bele kellett, hogy férjünk, de mivel a megrendelő részéről is gyakorlatilag menet közben Jöttek extra kérések, hogy például legyen benne, ez egy piti összeg a teljes költséghez képest, de hogy legyen benne monitor hátul. A fejtámlákban? A fejtámlákban, hát most nem tudom hirtelen, de jött néhány, néhány olyan dolog, amit ők utólag találtak ki, meg volt néhány dolog, amit mi mondtunk, hogy ezt így kéne, mert például eredetileg ők nem is gondolkodtak a, a féknek a problémáján. Csak én, amikor próbálgattam az alapautót, a 140-est, és mondjuk 200-ról kijött eléd egy teherautó, természetesen Németországban kijött egy teherautó eléd a belső sávba, mert előzött mondjuk egy kamiont, és erről a temporól mondjuk próbáltál 110-re lefékezni, én szerintem a bálnán ö, határozottan csak lassító berendezés van gyárilag, tehát szarafék rajta. Hát pedig akkoriban, amikor I az megjelent, az egy nagy négy dugattyús monoblok nyereg igen, volt. Igen, de, de, de ettől függetlenül, hát tehát igen. az ahhoz a két tonnához, amit egy, ö, egy nem túl jó felszerelt bálnya nyom, mert ez a, ez a kocsi ez 23 mázsa volt, ez le lett, le lett mérve, amikor elszállították, tehát ahhoz a két tonnához, amit a bálna nyomott, az a fék az kevés. És ehhez a teljesítményhez meg át aztán teljesen. Na jó, de akkor milyen volt először belevőni és menni? Amikor be? már azt mondtuk, hogy kész. Amikor az az időszak jött, hogy te most akkor szóval ebben bele kell, hogy hajts néhány ezer kilométert, hogy minden működik-e? Nekem minden egyes, tehát a legnagyobb élmény az az volt, amikor állt a kocsi a garázs lejárón, mindig úgy parkolt, hogy a kipufogó a garázsajtó felé állt. És a leg, minden egyes alkalommal a legnagyobb élmény, amikor hidegen elindítottad, és úgy, úgy, úgy földörrent ez az egész, és a, 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 a falak visszaverték a hangját, mert egyszerűen borzalmasan szép volt, jó volt a hangja, tehát mind, ez ez volt a legnagyobb élmény benne, és minden egyes gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy én mentem vele durván 5000 kilométert, és itthon, és minden egyes centi, amit megtettem vele, egy örömfaktor volt. Akkor is, amikor kiderült, hogy ez vagy az még nem jó rajta, és még ezeken javítani kell, vagy ki kell cserélni, vagy más, más dolgot kell rá kitalálni, de minden perce, minden perce egy borzalmasan élvezhető dolog volt, és teljesen olyan érzéssel adtam át az autót aztán, hogy, hogy, az ember az ugyanezt fog, a megrendelő ugyanezt fogja érezni, hogy egy mosolyfaktor lesz neki a kocsi. És hogy volt a teszt? Hogy, ö, azt tudom, hogy olivérék, nyilván itt a bonton keresztül alkatrészekkel valószínűleg akkor ebbe vastagon benne voltak. Ha jól gondolom. És hogy ez a teszt, ez, ez hogy jött ez meg, Hogy, hogy tehet ez a nap? Ugye erről azért vannak videófelvételek, képek, elég... Hát maga, maga tehát volt egy, volt egy olyan teszt, ahol, mit tudom én, én durván beleraktam 5000 kilométert egy hét alatt itthon. Tehát én mentem vele éjjel-nappal. Leginkább éjjel, hogy, hogy ne ácsorgással teljen a történet, de mentem vele, hála Istennek, Budapesten dugóban, és tapasztaltam, hogy a klíma nem elég hatásos akkor, amikor meleg van, és állsz a, a mondjuk a rakparton, és nincs menetszél, ami még ugye segítsen a, a hűtésben, tehát én mentem vele durván 5000 kilométert, és Tökölön, már nem emlékszem, hogy hány alkalommal, de béreltünk pályát, pályaszakaszt a Tököli reptéren, ahol, ahol az Oliver uh, nyúzta az autót, a nyúzás szó szerint térs, de hát onnan kezdve, hogy a kerekek megmozdultak, onnan kezdve égette a gumit, mert gyakorlatilag 200-nál is tudta égetni a gumit, uh, olyan volt a teljesítmény, tehát uh, ő, ő ott nyúzta, meg uh, hát ott néztünk uh, ilyen nagyobb uh, sebességnél uh, dolgokat, igazándiból ami ameddig komfortos volt az autó, az olyan 272-80. A fölött igazándiból már a tetőablak, meg a oldalsó üvegek ki akartak szakadni belőle. Hát tehát nem erre a sebességre van Nem, természték. nem, nem. Tehát ez nem a Stuttgart hibája, hogy 300 fölött nem volt egy jó érzésed, illetve amikor ezt a 300 környékét elérted, akkor azt érezted rajta, hogy elkönnyül az eleje, hmm. tehát mint egy hát, volt benne vas, pedig volt benne vas, igen, csak már gondolom akkora volt a felhajtóerő, meg hát ugye erre nem került extra spoiler, nem került splitter az elejére, nem, semmilyen aerodinamikai változtatás nem történt az autón, még olyan szinten sem, hogy gyárilag ugye mondjuk a Lorenzennél létezett hátsó szárnya a csomagtartó fedére, vagy mit tudom én. Tehát ez, ez teljesen úgy nézett ki, mint egy teljesen széria bálna, és ez a 300 körüli tempó, ez, ez volt ott a vízválasztó, hogy akkor kezdted azt érezni, hogy nem igazán stabil. Tehát, hogy érezted azt, hogy, hogy kezd elemelkedni a, 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 a talajtól a szerkezet. Ami nem egy jó érzés amúgy, de, de szerintem ezzel az autóval, miután ez elkerült Magyarországról, ezt a sebességet, Ö, sosem érték Tehát nem hiszem, hogy, hogy ez, le, ez, ez lett volna a cél, de hát ez lényeges volt ugye a tesztelés szempontjából, hogy ezek a dolgok ö, legalábbis a mi számunkra kiderüljenek, meg az átadásnál ez el lett mondva, hogy ez ilyen. Ú, talán a sztori legjobb része az átadás, hogy ez, ez meglehetősen teatrális módon zajlott. Ugye ez az autó ez nem konténerben utazott egy hajón. Hát ez nem. <laughs> És nem is tréleren. Nem is igen. Hát ez úgy nézett ki ez a, ez a, dolog, hogy már a megrendelő annyira várta, hogy azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy, tehát nem volt kérdés, hogy ez mennyibe kerül, hogy ezt repülőgéppel kell elszállítani. És ki kellett vinni az autót Feri egy egyes terminára, és onnan repülőgép vitte volna a megrendelőhöz, az ottani reptére, de hát ugye a, az élet az egy nagy forgatókönyvíró. Konkrétan mielőtt a kocsi kiment volna a reptérre, azon a reggelen még kapott abból az olcsó két első féktárcsából két vadonatúj darabot, ami nulla méteres volt, hogy legalább a legelején ne legyen az, hogy ráz, vagy hogyha olyan körülmények között fogják használni, akkor sose fog rázni, mert hogyha 200-ról fogják megfékezni, akkor nem lesz, nem lesz hullámos. Tehát azt tisztán emlékszem rá, hogy reggel kimentem a műhelybe ilyen 5 óra fél hat körül, jött a szerelő, és féktárcsát cserélt a, a kocsin, és úgy jött oda a tréler, hogy, hogy a két null kilométeres féktárcsával, tréleren, pedig hát ugye mehetett volna lábon is, vittük ki a reptére, és akkor ez egy nagyon jó dolog volt, mert én sose láttam korábban ilyet, ott ráteszik egy ilyen platformra az autót, ami majd rögzíteni fogják, előtte lemázsálják, hogy ugye nyilván gondolom, hogy tudják, hogy a felszálló súlya mennyi lesz a repülőnek, én innen tudom, hogy 23 mázsa volt, és a többi, és a többi, és akkor rákerült egy ilyen, egy ilyen platformra, ahol rögzítették, aztán én már, hogy hogy került be a repülőbe, azt nem láttam, és, és ugye ment a maga útján, elindult a repülő, és útközben volt egy megállása, ahol kik, nem, nem technikai leszállást hajtott végre a repülőgép, meg nem is honvédségi gép volt, hanem egy kereskedelmi gép, aminek volt egy előre tervezett megállása egy másik reptéren, ahol kirámoltak belőle ezt-azt azt, tamaszt, és akkor onnan nem tudott már felszállni a repülő, mert valami műszaki problémája lett, <laughs> és ö, ö, nekem pedig ö, küldött a megrendelő, tehát ragaszkodott hozzá, hogy én legyek ott az átadásnál, és mondjam el, hogy mi, hogy merre, meddig, és nekem küldtek repülőjegyet, és Isztambolon keresztül repültem el az átadás helyszínére, ahol ö, még ö, két kellemes napot semmit tevéssel töltöttem, mert, mert hogy az nem az jött autó. meg az autó viszont nagyon jó vendéglőkbe hordtak kajálni, meg mit tudom én. Ja. Hogy, hogy mennyire ez a Magyarország a 70-es években érzés. Leszállt a repülőgép velem a reptéren, és megállt a repülő, és körbe nagy fekete a terepjárók odagurultak a repülőgéphez kinyitották a repülőgép ajtaját, és feljött két tagba biztonsági ember, és engem kerestek. És ö, mindenkinek a helyén kellett maradni, én engem, le, engem, lehoztak a repülőgépről, mondták, hogy ne törődjek semmit a csomaggal, izén mindent intézni fognak. Beültettek a, az egyik ilyen terepjáróba, és ö, elindultunk a szállodához. És én, Megjegyeztem, hogy hát oké, okay, de hát nekem itt van a vizumom, és abban kéne pecsét, hogy én itt megjelentem, mert hogy fog kimenni, majd akkor, amikor izé ki akarok menni. Mondták, hogy ne törődjek velem, mert amikor majd hazautazom, akkor ugyanígy fog utazni, hogy a Nemzetközi Repülőtérre bejönnek ugyanezek az autók velem együtt, és föltesznek a repülőgépre, és, és ezen ne, ne törődjek. Ráadásul ezeknek az autóknak hasonlóan, nem hasonlóan, teljesen egyformán kezdődött a rendszáma. És kérdeztem a tolmácsot, hogy mit jelent ez a rendszám. És ez a mondta, hogy ez a rendszám, ez, ez a, ezek a számok és betűk, ha így kezdődik a rendszám, az azt jelenti, hogy te törvényen kívüli vagy. Az adott város egyébként olyan volt, mint amit most vizionálnak Budapestre, hogy tele volt verve trafipax meg mindenféle forgalomtechnikai, meg ellenőrző eszközzel, de ezeket a, ezek a rendszámú autók, ezek használták a buszsávot, átmentek a piros lámpán, és bármit csinálhattak, mert ez gyakorlatilag, a, hát nem azt mondom, hogy törvényen kívül de mindenki tudta, hogy... Törvények felett. Törvények feletti, igen. Tehát akik ezekkel közlekedtek, azok, azoknak nem volt dugó. Na és egy ilyen konvojjal elérkeztünk a szállodához, ahol eltöltöttem két nagyon kellemes napot, és szóltak, hogy mit tudom én, a, ezen és ezen a napon 12 óra körül fog leszállni a repülőgép, ami hozza az autót. Ez szintén egy a nemzetközi repülőtérre érkezett, jött értem ez a konvojszerű autós oszlop, és elindultunk a reptér felé. Tök jó volt, mert tényleg nem volt dugó nekik, úgyhogy sícsúgy. Kiértünk a repülőtérre, és hát azért a nemzetközi repülőterek azok viszonylag őrzöttek, meg nem úgy van, hogy kibe járkálsz. Itt kitárult az összes kapu, és hajtottunk be a reptérre. És útközben, ahogy, me, ahogy már a reptér területén voltunk, feltűnő volt, hogy négy darab fehér Rolls Royce, -Royce vadonatújjak parkolnak baloldalt. És mondom a tolmásnak, hogy hát ez így hogy? És mondta, hogy a Mercének a megrendelője vette a feleségeinek ezeket az új autókat. És ö, ö, egészen a kifutó pályáig ö, gurultunk, leszállt a repülőgép, megérkezett a megrendelő, úgy, hogy négy vadonatúj Rolls-Royce áll a oldalt félretéve, és rá se pillantott a kocsikra. Olyan volt, mint egy gyerek nem győzte kivárni, hogy a repülőgép megálljon, és akkor ezekhez a teherszállító gépekhez oda gurítanak egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen liftszerű történetet, ahol, a, amire kijönnek ki ezek a rak, raklapon lévő dolgok, és akkor az úgy ereszti le a, a földre az árut. És hát természetesen nem vártuk meg, amíg lejön a földre, hanem föl kellett menni már a repülőre, és ott láttam, hogy ezt hogy mozgatják, hogy a repülőgép belsejében hidraulikával, vagy nem tudom mivel ezeket a palettákat rajta az áruval, hogy mozgatják, nagyon érdekes volt, és odagurították, ugye, vagy odaforgatták ehhez az ajtóhoz, ott kijött rá, ment erre a liftszerű bánatra, ami leengedte a földre, mi álltunk ott mellette, le kioldották a spanifereket, meg mit tudom én, hát az autón nem volt rendszám, semmi az ég világon. Oda ment a megrendelő, be, rátettem az akkumulátussal, sarut, ez az amaz, két mondatot váltott velem, oda ment a megrendelő, beleült az autóba, és nyomott egy kövéret, és eltűnt a reptérről. És mondom a tolmásnak, hogy hát te mondom, mert hát se rendszám, semmi, azt mondja, neki nem kell és így elment a, a, a reptérről a kocsival, és hát mit tudom én autózott a városban, vagy nem tudom, és akkor megüzente, hogy nem tudom délután akár mikorra menjek be az irodájába, és akkor beszéljük át, hogy mi, hogy merre, meddig, és ilyet én még nem láttam csak a filmeken, egy utca, aminek mind a két vége le van zárva, és ahhoz, hogy be tudjál menni, megmondott, hogy kihez mész, és annak a személyzetének, vagy nem tudom kinek az engedélye, hogy igen, te tényleg odamész és várnak téged, és nem azért mész, hogy autogramot kérjél, vagy nem tudom. Tehát, hogyha kapsz engedélyt, akkor kinyitják a sorompót, és oda behajthatsz. Majd elérkezel az épülethez, zsilip kapu van, kinyílik az egyik, beállsz, rácsukják, de a másik nem nyílik ki. A biztonságiak átnézik az autót, meg nem tudom, akkor nyílik ki a másik, és be tudsz haladni és várni kellett egy pár percet, és akkor beültünk az irodájába, elkezdtünk egy kicsit beszélgetni, én elmondtam a nagyjából a tudnivalókat, mert mondta, hogy részletekbe menően nem tudom kivel kell megbeszélni, aki majd az egész autóflottának a gondozásának a garázsmester, igen, ez a jó magyar szóra, de, de úgy elmondtam, hogy hát az a halálfejes gomba, az, szóval azért, azért, nagyon szeretném, hogyha még lenne másik megrendelés tőle, úgyhogy azt óvatosan, és a többi, és a többi. Majd megkérdezte, hogy elégedett vagyok-e az eddigi dolgokkal, elszállásolással, ezzel, azzal, amazzal, mondtam neki, hogy maximálisan, mert én még ilyen jó szállodában soha életem nem voltam. azért a vízumba? E, hát tőle nem, de a mai napig megvan az útlevél, és nincs benne pecsét egyébként, mert tényleg úgy zajlott az eljövetelem is, hogy, hogy gyakorlatilag a betonon odaállt mm. a terepjáró, és én ott beszálltam a repülőgépbe, úgyhogy akár vízum nélkül is mehettem volna, és tehát így, így én, én mondtam, hogy természetesen, de tényleg így is volt mindenem meg voltam elégedve, meg nagyon jó fejek voltak, mert el, kérdezték, mit akarok látni. És mondtam neki, hogy nem vagyok kíváncsi a turista dolgokra, engem azért, de tehát menjünk olyan részeire a városnak, ahol a, ahol a normál, normál emberek laknak és, és nagyon, tehát nagyon jó volt látni, hogy annak ellenére, hogy ilyen borzalmas társadalmi különbségek vannak, talán még nagyobbak, mint, mint itthon, nem láttam igazándiból koldust, rosszul öltözött embert, és a többi, és a többi, meg, meg odafigyeltek például ott a város körül a hegyekbe, ilyen borzalmas átmérőjű csövek voltak, és az a elolvadt hólét, az gyakorlatilag, ugye, ami egy nagyon tiszta vízforrás, azt például levezették a városba, és ivóvízként használták. Meg voltam döbbenve, hogy milyen minőségűek az utak, különösen, hogyha ugye itt Budapesten szocializálódott az ember, hogy milyen, milyen jó minőségűek az utak, és a többi, és a többi, milyen autószalonok vannak. Én, én még ennyi g mercedes egyetlen városban nem láttam, mint ott, tehát egyszerűen ki, kilógtál a sorból, Hogyha nem gével mentél. Értem egyébként, ja, és minden sofőr, aki sofőrként ül, tehát nem tulajdonosként a gében, mert a, mert a, 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 a tulajdonosok ugye azok hátul ülnek, minden, minden sofőr, meg a, aki még a jobb egyen ült, az mind kistermetű ember volt, feltűnően kistermetű. És tudod miért? Hogy nagyon erőre lehessen állítani az ülést, hogy hátul legyen láptér. És elmondta a tolmács, hogy ez ezért van, mert hogy a G egyébként hátul kimondottan szűk. Emlis tehát amúgy. Hát elül, igen, <laughs> igen. igen, tehát nem, nem, annyira, nem annyira kényelmes, de hátul kimondottan szűk. Nem is ülnek benne kettőnél többen hátul, tehát azt három személyesként hátul ez senki nem használja, de hogy legyen láptér, ezért kicsi embereket kell beleültetni, hogy jól előre tudják húzni az ülésüket, hogy hátul úgy tűnjön, hogy tudsz terpeszkedni. És... Tehát ott, mit tudom én, egy negyed órát, húsz percet beszélgettünk, és, és aztán a garázsmesterrel pedig megbeszéltem a többi dolgot, de számomra egyébként nyilvánvaló volt, hogy ez, hogy engem oda kiutaztattak, és ragaszkodtak hozzá, hogy én ott legyek, meg nem tudom, meg ez a fajta hapsidőzsi, amit ott nekem csináltak, ez egyfajta, megtiszteltetés volt a részükről, vagy egyfajta borra való volt, vagy, vagy nem is tudom, hogy, hogy ez, ez így megtörtént. Melyik volt az a pillanat, amikor, amikor így leesett a kő a szívedről, hogy hogy ez elkészült, és működik, és átadtam, és minden, frankó? Nem, nem, a, volt a, a kő tisztelt? akkor esett le a szívemről, amikor aznap reggel, amikor kivittük a reptére, kicseréltük a két első féktárcsát. Mert akkor tudtam, hogy minden olyat, amit emberileg meg lehetett csinálni azzal, hogy ezzel ne legyen probléma, azt mi megtettük. Mentünk vele annyit, hogy tehát természetesen ami elromolhat, az el is romlik előbb-utóbb, de, de, de mentünk vele annyit, hogy, hogy nyugodt lelkiismerettel azt mondhatjuk, hogy ez készen van. Úgyhogy az, az volt az, a, az, volt, az, a, pillanat. Neki állnál újra? Jelen körülmények között? Egyetlen amúgy az autó még működik? Nincsen életéről, igazán, igazándiból ö, elsőkezes információink nincsenek. Néha fölbukkan az interneten fotó a kocsiról, forgalomban, hogy, hogy műkszik, de hogy ezek a felvételek, hogy ezek mikor készültek, vagy hogy minden időnként jön. De én azt gondolom egyébként, hogy vannak annyira nem szívbajosak, hogyha bármi probléma lenne, akkor szóltak volna, illetve annak idején mi felajánlottuk, hogy ha kifizetik a költségeket, akkor minden évben egyszer kimegy két-három ember, aki csinál rajta egy nagy szervizt, hogyha kérik. Nem kérték soha, de hogy, hogy, hogyha kell, akkor ezt mi megoldjuk. Illetve azt gondolom, hogy, hogy a komplikátsága okán, hogyha olyan dolgok amik meghotlanak rajta, amik, amik, ilyen egyedi gyártásúak, mert hogy egyébként van a városban Brabus is, AMG is, Mercedes és minden egyéb, ahova esetleg el lehet vinni, meg az autóparkból kiindulva, amit ott láttam, azt gondolom, hogy, hogy a széria, ami széria a cucc benne, legfeljebb fölhívnak, hogy te figyelj, az az alkatrész, az minek az alkatrésze, vagy nem tudom, de hát cikkszám alapján egyébként a szervizbe tudják. De, de, tehát azt leszámítva, amit mi itthon egyedileg gyártottunk, hogyha nem olyan dolgok állnak meg benne, akkor szerintem boldogulnak vele, de nincs elsőkezes információnk, de én azt gondolom egyébként, hogy igen, hogy működik. És neki el újra? Uh, ha szívemre teszem a kezem, akkor azt kéne mondanom, hogy van az a pénz, de de ha racionálisan nézem, akkor nem. És, és azért nem, mert mert azoknak a szakembereknek egy része, aki ebben döntő szerepet vállalt, hogy ez jól megvalósuljon, azok a, azok a, azok a szakemberek nem vállalnák el két okból. Az egyik részük az az elment külföldre Magyarországról, a másik része az abba hagyta, vagy ha nem hagyta abba, akkor rájön, hogy nem tudom, most a modern autókban annyi elektromos probléma van, hogy egy jó elektromos szerelő rutinból dobálja ki a komputereket és cseréli, és tudja a hibakódból, hogy mi a baj, és nem biztos, hogy egy ilyen szívásba bele akar menni, hiszen sokkal nagyobb bevételt meg profitot tud csinálni, hogyha egy modern autót, ami széria egyébként, ha azt javít. Tehát ez a, ez a másik oka. A, a harmadik oka pedig, hogy... Hát ne, nem, tudom, szóval én azt gondolom, hogy ma, ma, ma nem, nem, tartunk ott magyarok. Mit? Nem adottak a feltételek. Nem adottak a feltételek ahhoz, hogy, ezt, hogy ezt meg tud csinálni. Tehát egyszerűen nagyon sok minden hiányozna hozzá, ami akkor még megvolt.